Most pedig, aki még itt van, és hallgatja, az, és van kérdés, akkor azt még be tudjátok írni a hozzászólás részbe. Egy kicsit elhúzódott, ahogy azt gondoltam, hogy elfog. Üdvözlök mindenkit, aki közben becsatlakozott, és hát nem tudom. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Megnézem, hogy van-e valami kérdés esetleg. Természetesen feltöltöm ezt a videót a YouTube-ra, és nézhetitek ami zajlott a képernyőn közben. Ami zajlott a képernyőn mindeközben. Lehet, hogy az hasznosabb lesz, vagy hozzájárul még ahhoz, hogy jobban megértsétek, ha esetleg van bármiféle dolog, ami nem. De szerintem ez elég világos, még akkor is, hogyha el kell rugaszkodni eléggé attól a fajta gondolkodásmódtól, ami a hagyományos úgymond vallás teológia. Jaj, tényleg ezt akartam még, ha már itt tartunk, mivel pont valaki javasolta azt, hogy logika alapján vizsgáljam meg egy kérdést, mindjárt elmondom, hogy miről is van szó. És ha már itt tartunk, akkor ha már, hát a legvége, az is jó. Ha már itt tartunk, akkor igen, Júda, ez lesz a következő. Júda, a zsidóság, akit mi zsidónak hívunk, a Yahudim Júda, ez lesz a következő, és a harmadik rész. És akkor valószínűleg utána fogjuk megnézni, hogy hogyan is jut el a megváltás az egész világra. Aki esetleg találkozik olyan videókkal, ahol arról van szó, hogy Saul egy hamis proféta. Vagy Saul azt hirdeti, hogy a Torát nem kell követni, vagy bármi ilyesmi. Én azt javaslom, hogy első és legfontosabb, ha valaki talál egy forrást, legyen az ez, legyen az bármelyik, teljesen mindegy, amelyikre úgy érzi, hogy a Szent Szellem, a Ruach, Hakodes, akármi, akárhogy is hívjuk, elvezeti oda, és ő olyan információt kap, ami összeegyeztethető az írással és Elohim szavával, ha imádkozik és éli a parancsolatok szerinti életet, az hasznosnak találja, akkor ragaszkodjon ahhoz, és ne ugráljon ide-oda, és kezdjen el kutatni mindenféle oldalakon, hogy Gipsz Jakab mit mond, meg Marcion, meg Jerome, meg az egyházatyák, meg a reformátusok, meg a mit mond a hetednapi adventista, vagy ez is jól hangzik, meg az is jól hangzik, meg amaz is jól hangzik. Mert semmi értelme nincsen. Semmiképpen nem érdemes össze-vissza ugrálni, mindaddig, amíg egy forrásból úgy gondoljuk, hogy olyan információ jön, ami hasznos, ami összeegyeztethető az írással, és ami előre visz minket. Különösen, ha olyan szellemben történik, ami számunkra harmóniában van a mi szellemiségünkkel. Ez az egyik. Annak az lesz a vége, hogy az ember összekeveredik, és elkezd majd válogatni olyan dolgokat, ami az egyikből és a másikból is összeegyeztethető az ő saját életével, és a legegyszerűbbé teszi az életéhez való adaptálását Elohim szavának. Ó, ez ezt mondta, hogy ezt lehet, akkor onnan azt lehet, az meg azt mondta, hogy azt lehet, akkor azt lehet, és akkor mindenhonnan csak kiválasztom, hogy mit lehet, hogy lehet. Meg akkor, ó, de ez ezt mondta, az azt mondta, az meg amaz mondta, akkor most melyik az egyik se igaz, itt ez ellentmondásos, meg az is, meg ez is, meg amaz is. Egy dologra koncentráljon mindenki, a másik pedig az, hogy és erről már számtalan szó volt szó, és
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem esek áldozatul néha ennek a problémának, de az érdekességek, meg az ilyen unikum dolgok, hogy az óriások, meg a nefilim, meg múltkor erről volt, hogy mi a vércsoportja a nefilimnek, meg mit tudom én, ezek a dolgok egy szint után lehet, hogy érdemes ezzel foglalkozni, de van egy alapszint, amit érdemes elérni először. Mi az, amit tennem kell, azok az alap dolgok, amiket Elohim, Yahuwah megkövetett tőlünk. Mik az ünnepek, mit lehet enni, hogy lehet beszélni, hogy kellene öltözni, hogy kellene egymáshoz viszonyulni, és utána elkezdeni a szombatnap mindenképp megérteni azt, hogy mik az alapvető kifejezések, mint a szeretet, a hit, a hogyan szeresd a fele barátod, mit jelent az, hogy tisztelni, stb. Stb. Mit jelentenek ezek a fogalmak az írásban? Azután érdemes elkezdeni nyomozni, hogy a nefilim, meg az óriások, meg nem tudom még mi. Ez az egyik, amit szerettem volna. A másik az, én köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, de tényleg, aki idáig kitartott, elismerésem. Szombat este. A lényeg az, hogy igen, ha valaki belefut ebbe a dologba, hogy Saul egy hamis proféta. Én nem azt mondom, hogy azonnal, hogy egyáltalán aki ezt állítja, az nem érti, vagy nem tudja, vagy ostoba, vagy bármi. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ha két olyan ellentétes véleménnyel találkozunk, mint mondjuk én nekem szilárd meggyőző, én biztos vagyok benne, hogy aki azt gondolja, hogy Saul a törvény ellen beszél, mint a kereszténység nagy része, hogy aki azt gondolja, hogy Saul eltörölte a törvényeket és ezzel szabadságot adott, de Yahusha HaMashiach szellemében cselekedett, az ugyanolyan tévúton jár, és ugyanúgy hiányzik belőle a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, mint abból, aki azt állítja, hogy ő egy hamis proféta, és egy csaló, és hazudik. És ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz emberek, vagy hogy ezeket utálnunk kellene, vagy megvetnünk. A lényeg az, hogy ezek az emberek ugyanúgy elvezetnek minket az igazságtól, mint ahogy az eddigi életünk során a különböző dolgok elvezettek minket. És arról sincs szó, hogy ők nem találhatják meg, vagy ők egyáltalán nincs bennük Szent Szellem, vagy akár. Az egészből a lényeg az, hogy rengeteg információforrás van, és Yahuwah és az ő Szent Szellem az egyetlen, ami el tud minket igazítani. Ebben az útvesztőben. Azonban csak akkor lesz velünk, és csak akkor fog megsegíteni, ha mi az úton járunk. Ez érthető? Ha mi az úton járunk, és tiszta szívből és lélekből, és mindenki tiszta erejéből arra törekszik, hogy járja ezt az utat. Mindenféle elvárások nélkül. Mindenféle elvárások nélkül, hogy nekem majd jó lesz, vagy ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz. Csinálni, csak járni az úton, és hinni abban, hogy majd ő elvezet oda, ahol ő akar, majd ő megadja azt, amit akar, hogy nekünk legyen, ha azt akarja, hogy legyen feleségünk, autónk, házunk, lakásunk, pénzünk, munkánk, majd ő megadja, amikor ő úgy gondolja. Mindezt félretéve, járni az úton, kérni a segítségét, és meg fogja mutatni, hogy Saul soha nem beszélt a törvények ellen, ő soha nem törölte el őket, és ő soha nem gondolta, hogy ő egyáltalán bárki, azt pedig szerintem a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy egy nap az ő levelei felül fogják írni a mindenható szavát. A Teremtő Yahuwah Elohim szavát. És Yahusha HaMashiach a megtestesült szó szavát. Majd egy nap az ő levelei felül fogják írni. Úgyhogy ez az, amit ezzel kapcsolatban el akartam volna mondani.
De én még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ezek rossz emberek, gonoszak rosszat akarnak, vagy egyáltalán haszontalan. Arról van szó, hogy ez egy olyan út, ami lépten nyomon buktatókkal van tele. Nem véletlenül mondja ez százszor legalább az írás során, hogy ez egy tör lesz az ő lábának. Bizonyos gondolatok, bizonyos események minden próbára teszi az ember hitét. Ez az ellenség abban a pillanatban, ahogy mi nem vagyunk résen, vagy nem az úton járunk, vagy azt mondjuk, hogy jó, ez belefér, vagy ezt nem tudtam, vagy ez esetleg, vagy amúgy, ő azonnal ott lesz. És azonnal sugdos az ember fülébe bizonyos dolgokat. Ó, de ez így van, de Jerome ezt mondta meg, Marcion meg ezt mondta meg, a következő meg azt mondta meg, itt ezt olvastam meg. Ó, ezt lehet, ez belefér, meg ő szeret így, ahogy vagy. Meg elfogad, meg ezek a dolgok. Úgyhogy legegyszerűbb stratégia az foglalkozni azzal a nappal, amiben vagyunk, és utána minden, az összes többi az egy bónusz. De épp elég ezzel foglalkozni, ami ezen a napon történik. Az a kapcsolatban, hogy ma van a sabát, vagy nem, ez egy érdekes véletlen, de az Énok naptár, és én azt mondom, amit, ahogy mi megállapítottuk az év elejét, ahogy mi haladunk, és ahogy, ezt nem azt mondom, hogy ez így van, én azt mondom, hogy ez én, és azok, akiket én követek, és azok, akikkel én erről beszéltem, akik így gondolkodunk, azokkal arra megállapításra jutottunk, hogy az idén vagy péntek, vagy szombat a sabát. Az Énok naptár szerint, hiszen mi az első nap, az equinox, a napi egyenlőség, azt hiszem, a napi egyenlőség, és akkor az utána következő nap az első nap, erről is van egy videó, ha érdekel valakit, megtalálja a naptár, a Páska ünnepével van együtt. Szóval az az első napja, az azutáni nap az első napja az évnek, ami a hét negyedik napja, Yahuwah hetének negyedik napja. De az év első napja. Az év második napja a hét ötödik napja, az év harmadik napja a hét hatodik napja, az év negyedik napja a hét, hetedik napja a sabát, és ez így jön ki péntekre vagy szombatra, attól függően, hogy ki mikor számítja a napi egyenlőséget. Azt hiszem 21 vagy 22 volt az idén. Március 21 vagy 22. A napi egyenlőség. Akkor most talán látszani fog a naptára, és látszik a videóban. Szóval, és akkor elmagyarázom villámgyors. Ha március 21 az equinox, 22 az első nap, 20, ugye az a negyedik, oké, 22 a hét negyedik napja, és az év első napja, az év szerdával kezdődik, és így szerda lesz a negyedik nap, csütörtök az ötödik nap, péntek a hatodik nap, szombat a hetedik nap. Hogyha pedig a másik variációval számolunk, azt hiszem akkor, bocsánat, 20-ára jön ki a másik. 20-án van a napi egyenlőséget, számíthatjuk úgy, hogy 20-án volt, vagy 21-én. Ha 20-án volt, akkor ugye 21 a negyedik nap, 22 az ötödik, 23 a hatodik, 24 a hetedik nap, tehát péntek a sabát azoknak, akik a time and date, vagy az online programok szerint nézik az equinoxot, a napi egyenlőséget. Ugye akkor 20-án volt, akkor az alapján pénteki nap. Ha valaki reggel kezdi, akkor péntek reggel, szombat reggel, ha este, akkor csütörtök este, péntek este. De péntek a sabát. Ha 21-e, mint ahogy mondjuk én elkezdtem ilyen olyan okok miatt, akkor szombatra esik a sabát. De ez nem, én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ez az egyetlen módszer, vagy ez egy helyes módszer, vagy ez a jó módszer. Én azt mondom, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, ahol mi vagyunk, az alapján mi itt idáig jutottunk.
A hold, akik a holdat figyelik, nekem az ellen sincs semmi ellenvetésem. Én azt gondolom, hogy az nem korrekt, semmiféleképpen nem működhet. Tehát az írás alapján az nem működhet, mert ugye akkor az 10 nappal rövidebb, mint az év jubileum a könyv figyelmeztetés erre egyébként, hogy ne. De... És akkor a 10 nappal rövidebb az év, akkor minden harmadik évben azt hiszem, hogy másik harmadik évben kell egy extra hónap nincs az írásban, nincs 13 hónap, plusz az Énok könyvében egyértelműen le van írva, hogy 364 nap, az 52x7, az 12x30 nap, plusz a 4 idézőjelben tett szökőnap, tehát az úgy tökéletesen kijön az év 364 nap, és a nap év 364 nap. Tehát a holdat nem lehet követni a az év meghatározásához, az ünnepek meghatározásához azonban igen. És pontosan ez az, amit azok, akik nálam jobban ebbe belementek, azok próbálnak most követni, és például mondjuk a Páska idején, ami ugye, meg is nézem most gyorsan, hogy mikor volt. Azt hiszem április 4-én volt, talán így jött ki. Tegyük fel április 4, akkor akörül volt azt hiszem egy fél hold, és mikor befejeződött, akkor ezek szerint akkor volt egy teli hold, ugye? Jól mondom. Szóval így lehet a holdat használni a... De Miriam szerintem jobban tud. Nap és hold megfigyelése együtt, így van, így van, így van. De semmiképpen sem az a verzió, az Equinox a napi egyenlőség utáni első, vagy az előtti, vagy a legközelebbi teli hold, vagy új hold, vagy akármi, az nem fog működni. Akkor el fog az év csúszni teljes mértékben össze-vissza. Én nekem ez a véleményem. De aki a holdat követi, az én ki vagyok, hogy eldöntsem. Mivel nem tudjuk pontosan, úgyhogy ez csak ahogy mi, április 5, bocsánat, igen. Ez az csak ahogy mi, ameddig mi eljutottunk, de ha mindenki türelemmel vár, akkor megtalálom Jásár könyvében talán azt, hogy figyelik a napot, és a holdat, bocsánat. És így ezáltal rosszul. Pillanat, csak keresem most, hogy a hold. Igen, ez Jásár könyve 6-os lesz, mindjárt megpróbálom magyarul előkeresni. Jásár. Aha. Jásár könyve 6-os fejezetben van ez, ha jól értem. És a 42-es. Így van, bocsánat, így van. Most igen, most a szombat a sabát, így van, így van. A hét napjait nem kell egyeztetni a hónap kezdetéhez, mindig ugyanúgy van. A naptár szerint, az Énok naptár szerint mindig ugyanúgy van, úgyhogy itt ezt nem kell egyeztetni igazából soha. Ez örökké így van, ez a lényege a naptárnak, a nap naptárnak, hogy soha nem kell igazából a holda egyeztetni semmit. Hiszen a hónap 14. napján van a Páska, teljesen mindegy, és a hold úgy áll hozzá össze, ha eltaláljuk az év kezdetet pontosan. Csak hát ehhez kell egy napóra forma, hogy ezt eltaláljuk pontosan. De... De a lényeg az, hogy a napnaptár az egész más, mint a holdnaptár. A holdnaptárban kell variálni, de a napnaptárban nincsen ilyen.
úgy tűnik, hogy nem találtam meg mégse ezt az idézetet. Nem mindig szombat, bocsánat, nem mindig szombat, most az idén az, így van, így van. Ha így érted, akkor igen. A következő equinoxig, vagy napi egyenlőségig szombat a szombat. Hogyha valaki úgy vette, hogy 21-én kezdődik az év, azt hiszem így van. Akkor szombat. Egész évben. Mit volt valami a pusztító utálatosság, talán klónozott ember képmása, aminek szájába szót ad. A pusztító utálatosság szerintem érdemes, hogyha úgy lesz, ahogy volt a makabausok, azt hiszem a második makabausokban lehet olvasni, amikor hát nem tudom, Epifanész, Antiok, nem tudom, ki volt az az uralkodó. Na mindegy, ő volt az, aki Jeruzsálembe megtámadta, és akkor a mindenféle állatokat áldozott az oltáron, és plusz kötelezte őket, hogy elhagyják a mindenható szövetségét és a parancsolatait Jeruzsálemben. Érdemes elolvasni a Makabeusok könyvét ehhez. És ő volt az, aki ehhez hasonlítanám azt, ami jön. Ha ez a kérdés, a pusztító utálatosság. Én szerintem lesz egy templom, egy fizikális templom Jeruzsálemben, és ott fog az úgymond anti-messiás, az antikrisztus majd működni, és ő az, aki a törvényeket megváltoztatja úgy, hogy nem csak hogy lehetetlen lesz megtartani a torát, az instrukciókat, de törvénybe ütköző is lesz. Mint ahogy most már látjuk az LGBT, vagy LGBT, vagy nem tudom mi ez, az LGBT mozgalom, vagy a politikailag korrekt dolgok, vagy a vallási szélsőségesek, mint az iszlám, a vallási fanatikus lesz mindaz, aki a törvény szerint akar élni, hiszen a keresztény az nem él a törvény szerint, ebből van 2,5 milliárd, a többi ember amúgy se él a törvény szerint, aki spirituális, az úgyis. Gyakorlatilag mindenki egyet fúj, az pedig a szeretet. És sajnos az a majom szeretet, amit a világ hajt, az, ami az anti-messiásnak lesz a törvénye. Ez a csinálj, amit akarsz, ez az Aleister Crowley féle hozzáállás, hogy bármit lehet, csak szeresd a másikat, valami ilyesmi lesz, és ő lesz az, aki mint Elohim vagy Isten lesz majd akár abba a templomba, de azt is elképzelhetőnek tartom, ha magunkat veszük a templomnak, akkor valószínűleg a valamiféle technológia kötelező lesz ahhoz, hogy ebben a világrendben az ember részt tudjon venni. És akkor így is lehet venni azt, hogy a pusztító utálatosság a szent helyen, akkor ugye az a Mark of the Beast dolog, gal egybe kapcsolva, akkor fussatok a hegyekbe, mikor ezt látjátok. Tehát mikor ez történik, mikor ez, én szerintem erre kellene inkább mindenkinek koncentrálnia, hogy de hát ez még odébb van sajnos. Már nem sajnos, hanem szerencsére. Tehát ez még nem is, nincs is a láthatáron szerintem ez az esemény. Az, hogy ez bekövetkezzen, hiszen addig még kell, hogy legyen háború, éhínség és betegség, plusz az új világrend, és ugye annak az elején kell, hogy ez megjelenjen. Szóval még ahhoz azért van idő. De még utána is, aki azt várja, hogy a megváltó bármelyik pillanatban itt van, az el van tévedve, hiszen 3,5 év van az új világrendből, míg ez a rendszer fog működni. Az lesz az a rendszer, amikor az összes olyan ember, aki nem hajlandó, azt szerint a törvény szerint élni, az összes olyan embert üldözni fogják. És ezek közül is legfőképp azokat, akik az instrukciókat, a torát szeretnék megtartani. Meg a többinek teljesen mindegy. Az, aki csak lázad, mert
Mert anarchista vagy ateista, annak az nem számít. Az számít csak is kizárólag, aki ezek szerint a törvények szerint akar élni. Ezért leszek bajba a keresztények, ezért lesz bajba mindenki, aki azt mondja, hogy nincs törvény, hiszen akkor valóban nem lesz törvény. Viszont akkor egy döntést meg kell hoznia, hogy akkor hajlandó csatlakozni ahhoz, vagy sem. De hogyha valakinek nincs semmiféle iránymutatása, ha nincs a törvény az, ami megmutatja azt, hogy ki az, aki Elohimtől, Jahuától van. A világ egyértelműen nem nincs attól. Szóval az, aki most azt mondja, hogy nincs törvény, annak nehéz lesz azt mondani majd, amikor az új világra beköszönt, hogy hoppá, akkor mégis van. Vagy mi történik, hogy hiszen akkor nem lesz, vagyis más törvény lesz, akkor különösen a keresztényekre gondolok. Hiszen nekik ők kénytelenek lesznek bele. Elnézést. Ők kénytelenek lesznek bele menni a világrendbe, hiszen nekik már most sincs törvény. Nekik ők nem tudják megkülönböztetni. Ebben igazad van Takács Plamen. Mi elcsúszik évente, pontosan? A 7 napét nem kell, ez csak egyszerűen a Gregorián naptár szerint elcsúszik, mert a nap év 364 nap, a Gregorián naptár pedig 365,1 negyed, így minden évben elcsúszik a sabát egy másik napra. Az előző évben ez szerint a számítás szerint szerda volt, most péntek vagy szombat. Hiszen az Equinox az mindig ugyanakkor köszönt be, ezt meg lehet figyelni egy ilyen napórával, vagy sundial-lal, és akkor az alapján benézed, az nap az utáni az első, akár mire jön ki az az évben, onnantól számítod az évet, ugye az év mindig a negyedik nappal kezdődik, hiszen akkor teremtette a napot, holdat, csillagokat, hogy az időt mutassa, és onnantól kezdve indul az év. Így a negyedik nap az első, az ötödik nap a hét negyedik napja, idézőjelben téve szerda, ugye vasárnap az első, hét a második, kett a harmadik, szerda a negyedik, és akkor szerdával indul az év, tehát csütörtök, péntek és sabát. És az Equinox utáni nap az első nap, így minden évben más napra esik a sabát a Gregorián naptár szerint. Az idén csak egész véletlenül péntek vagy szombat. Úgyhogy jövőre más, ez szerda volt, úgyhogy így elcsúszik valóban. De hát elcsúszna ez a holdnaptár szerint is, hogyha rendesen csinálnák az ember. Hogy követheti valaki a Gregorián naptárt, ami egy pogány naptár, és arra próbálja ráigazítani a holdnaptárat. Na most nem rossz indulatból, csak ez egy ugyanolyan probléma. Szóval ez a pusztító utálatossága kapcsolatban ez az én elméletem. Így van, én ezt mondom. Csak itt az a lényeg, hogy itt a sabát lesz egy kedd. Az mindegy, hogy keddnek hívja a Gregorián naptár, ha az a 7. hetedik napjára jön ki, az Énok naptár szerint, akkor az a sabát, onnantól kezdődik a hét. Így van. Ha kedd az év vége, akkor szerda az első nap, ez szerint, amit mondasz. Így van, pontosan. Ez csak így vándorol a Gregorián naptáron, de a kettőt el kell függetleníteni az embernek, és akkor megvan. A pusztító utálatosságról én nekem ez a véleményem, erről már volt szó többször. És szerintem abban igazad van, hogy lehet, hogy az a chip dolog az, hogyha a templomot úgy veszük, mint mi, mint élő emberek a templom, akkor valóban az a nap, amikor azt mondják, hogy ugye a nemzeti alapjövedelem erről szól, erről van rengeteg videó az oldalon egyébként. Maga a Mark of the Beast, a fenevad bélyege is, arról is van, vagy 6 rész. De az, hogy ki a fenevad, a pápaság által az is, meg a technológia, hogy hogyan, ez mind mindenhez hozzá kapcsolódik, így van. Úgyhogy az a nap szerintem, amikor megszűnik a káosz a világban, mikor megjelenik az idézőjelet megváltó, az ő megváltójuk, aki megtéveszti az egész világot, és akkor mikor bejelentik, hogy ezek a feltételek, amelyekkel működni fog a világ, az új rendőrség, az új vallás, az új, hogy mindenkinek szeretnie kell, elfogadnia kell mindenkit, és mindenki kap egy jövedelmet, majd ingyen, majd a semmiért, és a csipre adják, vagy a tetoválásra, vagy a bármire, az a nap,
amire azt mondja, hogy akkor fussatok a hegyekbe, és jaj, annak, akinek, aki gyerekkel van, vagy aki szoptat, és imádkoz, hogy ne a szombatnapon legyen. Szóval, akkor hogy nincs szombatnap, mikor Jehusá Hamásiák arra figyelmeztetett, hogy imádkoz, hogy ez ne a szombatnapon legyen. Ez ugye azt hiszem Máté 24, ha jól emlékszem, valahol ott lesz. És arról van szó, hogy imádkozz, hogy ne a szombatnapon legyen a menekülésed, és ez 40 évvel az ő halála után van, ugye az először 70-ben következett be, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Ez volt az első alkalom. Akkor csak van Sabát, még mindig. Az időjárás, nem tudom, az biztos, hogy az időjárás manipulálva van. Ez biztos, hogy manipulálva van az időjárás, szerintem. Én arra is gondoltam, bár nem vagyok egy géniusz mezőgazdaságban, de ha csinálnak egy meleget, mint ami volt már márciusban, ha jól emlékszem, amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor biztos megindulnak a növények kifelé a földből, utána ráteszik ezt a hideget, és akkor lefagy, és akkor nincs termés. De nem tudom, hogy ez mennyire reális ez a gondolkodás. Szerintem mindenképpen manipulálva van. Különösen nézegettem mostanában ezt a véletlenül a van ez a Nibiru hoax, meg a tizedik Planet X, vagy nem tudom minek hívják ez a fajta hoax, hogy jön egy bolygó, azért ilyen az időjárás, meg a gleccserek leszakadnak, meg a jégtáblák, ez a fajta történet, hát ez mind hozzájárul szerintem ahhoz, ami történik. Ezt ők csinálják, szerintem a nagy részét, ugyanúgy, ahogy a földrengést, meg az összes többi káoszt, a vulkánkitörést, a Dél-Amerikában azt, hogy a gazdaság szétesik teljes mértékben, ott mindenkinek gyakorlatilag már semmilyen nincs. Az nem biztos, hogy nem héttel osztható az Equinox-tól Equinoxig, csak a Gregorian naptár szerintem, hogyha lehet, hogyha megnéznénk, ez a probléma, hogy igazából soha senki nem nézte meg, legalábbis te vagy én nem néztük meg azt, hogy az Equinox valóban 364 napra van, mert hogyha megnéznénk, akkor lehet, hogy 364 napra van, és valami svindli van a naptárra. De azt is aláírom, amit mondasz, hogy sőt, az is, hát igen, nem tudom. Én azt mondom, hogy lehet, hogy kijönne, hogyha tényleg úgy lenne, hogy lemérnénk. Hogy megnézzük az első napot, megnézzünk az utolsó napot, és akkor 364 napra jönnek ki, és akkor rájönnénk, hogy ugye az óraállítás, az, hogy az óra nem pont 60 perc, a nap nem pont 24 óra, az év pont nem pont nem semmi, akkor így pont elsvindiződik az egy nap, úgyhogy észre se veszik az emberek, mert kisebb dolgok is nagyobb annál, mint hogy ezt figyeljék. Igazából ez akkor lenne érdekes, hogyha valóban mi megnéznénk, hogy mennyi nap telik el. De az szerintem logikus, hogy a teremtő nem egy olyan naptárt talált ki, ami 365,14 napos, és január 1-én kezdődik. A tél közepén. Ez gondolom egyértelmű mindenki számára. Annál sokkal vonzóbb az, hogy 364 nap, ami pont 52x7, és pont 12x30, 364 nap, bocsánat, és a négy extra nap, idézőjelbe téve, a két a leghosszabb nap, leghosszabb éjszaka, és a két napi egyenlőség, a két úgymond szökőnap. Ez egy sokkal észszerűbb. Meg hát ez van Énok könyvében. Az a baj, hogy nem lehet Énok könyvét használni. Figyelj, hogy ha sabátot péntek estétől szombat estig ünnepli valaki a Gregorian naptár szerint, az nem járhat jó úton. Pont. A Gregorian naptár nem lehet a teremtő naptára. 365,14 nappal nem lehet. Úgyhogy teljesen mindegy. Hogyha ha a holdat figyeli, ha nem figyeli, ha akármit csinál. Nem lehet az a naptára. Úgyhogy a zsidók Izraelben, ha ők péntek estétől szombat estig van a sabát, ők nem találhatják el. Ez egyszerűen nem lehet. És az meg, hogy mitől függ a hét napja, azt nem tudom, de még ha ebbe belekavarja valaki a holdat, és csinál 13. hónapot, hát akkor az egy ilyen óriási káosz lesz.
egy 365,1 negyed napos évre ráhúzza még a 13. hónapot, akkor nem tudom. Ha, és akkor az lenne az a naptár, ami szerint Noa ment, vagy az 1260 nap számítódik majd a Daniel proféciában, meg a jelenések könyvében, a 42 hónap, akkor az hogy jön ki, hogyha 13 hónap van, a 3,5 év, hogy jön ki, hogyha ott abban van egy 13. hónap, ugye a úgynevezett zsidó naptár szerint, mert abban kell, hogy legyen egy, mert 3 évente kell, hogy legyen egy 13. hónap. Ő meg azt mondja, hogy ugye 3,5 év, ami 42 hónap, de akkor ha abban van egy 13 hónapos év, akkor az nem jön ki. Ez a probléma ezzel a naptárral és a hold dologgal együtt. Ez a probléma. Ennél sokkal egyszerűbb az Énok naptár. Az a baj, hogy így van leírva az Énokban. Tehát nem lehet megkerülni azt, ami ott le van írva, az a probléma. Ott 364 nap van leírva. 364 nap egy év, és ott nincs szó szökő hónapról, meg szökő napról, meg semmiről. Ez a legnagyobb tehát az a naptár nem lehet jó. Ha ebből indulunk ki, onnantól kezdve minden nagyszerű, de azon kívül még mindig próbálom megtalálni azt a... Így van, csak idén találták el, hát persze, véletlenül. De még egyszer mondom, én nem hiszem, ha valaki teljes szívéből arra esküszik, hogy péntek estétől szombat estéig van a Sabbat, a Gregorián naptár szerint, akkor én szerintem egy idő után el fogja vezetni Yahuwah addig, hogy az egy téves elmélet, vagy pedig az az igazság. És akkor mi tévedünk, ami benne van. Én nem azt mondom, hogy én így gondolom, én ebben hiszek. Az, hogy ha valaki ezzel egyetért, az nagyszerű, ha valaki meg nem, akkor azt is meg tudom érteni. De talán meg lesz. Miért olyan nehéz megtalálni ezt? Én nem tudom, az a... Nem, jaj, persze, hát nem, az a baj, nem tudom, hogy mire gondolsz a naptárfüggőről. Nem tudom, hogy mi az, amire gondolsz. Egyáltalán nincs a Gregorián naptárhoz köze, semmi. Egyszerűen csak valahogy rá kell tenni a Gregorián naptár, amivel mi abban élünk. Tehát valahogy el kell magyarázni az embereknek, hogy hé, most szombaton van. Ha csak nem azt mondom, hogy figyelj csak, nézd meg a szandája le, hogy most van az Equinox, és akkor nézd meg magadnak, hogy akkor most hol járunk, és akkor érted, amit mondok. Mindig hetes hetek voltak. Így van, ez van szerintem is, hogy nem értjük egymást. De ezért mondtam, hogy a videóban elmagyarázom az egyik, amennyire én értem, hogy is van, mint van. Amúgy meg ez eddig. Én szerintem nagyon egyszerű az Énok naptár ahhoz képest, hogy a Hold naptár mennyire komplikált, még akkor is, ha egy egyszerű, bár úgy komplikált, hogy logikátlan, de az időjárás, én nem tudom, én nem is izgulnék már az időjárás miatt. Jaj, a Georgia Guidestones, amiről beszélsz, azok a kövek, az ötszer, én szerintem az egy hoax, ugyanúgy, mint a... Nem is tudom. Mint a Kennedy gyilkosság. Mint a Kennedy gyilkosság, a szabadságharc, meg a... Minden. Az is csak egy hoax. Sőt, én már gondoltam arra is, hogy lehet, hogy a Harp is csak egy hoax. Egész egyszerűen csak... Vagy a CERN, az is csak egy ugyanilyen hoax. De erre nem tudok bizonyítékot felmutatni, hogy ez így is van. Csak valahogy úgy érzem,
hogy az annyi szó van arról, hogy nem tudom, valahogy nem tűnik hitelesnek egy idő után. Minek építették volna oda? Szerintem akarják, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk. Én azt mondom. Azt akarják, hogy ezzel szerencsétlenkedjünk, hogy 500 millió, vagy nem 500 millió, vagy mi. Közben meg pontosan tudják, hogy lehet, hogy nem, nincs, szerintem nincs is 7 milliárd ember egyébként. Bár tudom, hogy ez őrülten hangzik, de hát szerintem aki még mindig itt van 2,5 óra után, az mindent elhitt. Mindent képes megfontolni, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem nincs is 7 milliárd ember, meg az egész Georgia Guidestone dolog egy hoax, sőt, az biztos, hogy az a nukleáris dolog egy hoax, az erőmű is, az biztos, hogy Észak-Korea egy hazugság. Észak-Korea és egy hazugság az 1000%. Közben még mindig keresem ezt a... Ezt a... Ahol írja, és ez a jubileumok könyvében van állítólag a negyedik fejezet, amiben ezt írja, de akkor felolvasom angolul. Mert a magyarban nem így van. Ez jubileumok könyve 4. fejezet, 36-os vers, akit érdekel. For there will be those who will assuredly make observations of the moon. Now, how it disturbs the seasons and comes in from year to year, 10 days soon. Ami azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akik megfigyelik a holdat, hogy hogyan bolygatja fel az évszakokat, és hogyan jön fel 10 nappal hamarabb minden évben. For this reason the years will come upon them when they will disturb the order. Ezért az évek akkor fognak beköszönteni rájuk, hogy megzavarják a rendet. És ez a jubileumok könyvében van a 4. fejezet állítólag a 36-os vers, de egyszerűen nincs ebben a magyar fordításban 36-os vers a 4. fejezetben, és nem tudom, ez a Church of God, amit nézek, de egyszerűen nincs. Nincs ilyen vers. Nem tudom miért, bár ők a hold dolgot csinálják, lehet, hogy pont azért, de nem tudom, az a lényeg, hogy itt nincs. Így van, ahogy Miriam írja, itt minden harmadik hónap 31 napos, így jön ki az év. De tényleg ezzel nem is érdemes foglalkozni. A videóban benne van, az talán jobban érthető, mint ez, amit most próbálok. Nincs a jubileumok könyvében, a magyar fordításban 4. fejezet, 36-os vers. Ezt nem tudom, hogy lehet, de az biztos, hogy nincs. Kénytelenek vagytok elhinni nekem, de... Jaj, bocsánat, én rosszul, lehet, hogy rosszul néztem. Itt van, bocsánat. Tiszta idióta vagyok. Oké, megvan. 6-os fejezet. Nem tudom, hogy nézhettem a római 6-os 4-esnek. Szóval, itt van. Jubileum a könyve, 6-os fejezet... 6-os fejezet 35, mert tudom, és mostantól fogva kijelentem neked, és ez nem a saját elgondolásom, mert írva van az előttem levő könyvben és a mennyei táblákon el van rendelve, a napok beosztása nehogy elfelejtsék a szövetség ünnepeit. A szövetség ünnepei az ünnepek, amiket ugye most azt mondja mindenki, hogy nem kell betartani. Jubileumokban van. Ez a jubileumok könyv.
36. És idegen népek, pogányok ünnepei szerint járjanak eltévejedésük és tudatlanságuk következtében, mint ugye a judaizmus, vagy a kereszténység, a karácsonyjal, vagy ott a judaizmusnak az összes össze-vissza ünnepei. Mivel kétségtelenül lesznek olyanok, akik megfigyelik majd a hold járását, hogy az hogyan befolyásolja az évszakokat, és hogy évről évre mindig 10 nappal hamarabb érkezik. Ennek okáért elkövetkeznek rájuk azok az évek, mikor megzavarják a rendet, és egy gyalázatos napot jelölnek ki a bizonyság napjául, és egy tisztátalan napot tesznek meg ünnepnapnak. Összekeverik a napokat, a szentet, a közönségessel, a tisztátalant, a szenttel, mivel tévedésben lesznek a hónapokkal, a szombatokkal, az ünnepekkel és a jubileumokkal kapcsolatban. Ezért parancsolatot szólok és bizonyságot teszek neked, hogy te is tanúskodhass ő előttük, mert halálod után a te gyerekeid összezavarják azokat, így az év nem csak 364 napos lesz, ezért tévedni fognak az újholdakat, az évszakokat, a szombatokat, az ünnepeket illetően, és mindenféle vért, mindenféle hússal együtt tesznek majd meg. Ez Jubileumok könyve 6-os. Itt van. Jubileumok könyve 6-os. Lehet, hogy csak így bemásolom. Ez pedig a 6-os fejezet. 6. fejezet. Jubileumok könyve. Úrvacsora minden nap? Nem. Nem, hát az maga a Páska dolog. Az nem, nincs minden nap. Miért lenne minden nap? De legalábbis én nem olvastam olyat, hogy minden nap csináljátok. Az a probléma, hogy azt írja, hogy amire én gyakran csinálod, akkor az én tiszteletemet csináld. Jó, hát hogyha valaki minden nap azt csinálja, akkor csinálja. Az a kérdés, hogy mit jelent amilyen gyakran, ugye a fordítás maga, hogy van ott, a másik pedig az, hogy az maga a Páska volt, vagy az előtte levő vacsora, úgyhogy, illetve maga az volt, úgyhogy nem lehet minden nap, hiszen az nem minden nap van. Hanem csak egyszer van egy évben. Úgyhogy szerintem nem, nincs úrvacsora minden nap. Miért is lenne? De még az is, hogy minden héten, vagy minden hónapban. Az a baj, hogy nincs sehol leírva, hogy legyen minden hónapban. És így... miért lenne? És így miért lenne minden hónapban, hogyha ezt ő nem mondja. Elmondta volna szerintem, hogyha minden nap, vagy... minden héten kellett volna lenni. Szerintem az évente egyszer az logikusabb. Igen, a George Guidestones-ról, kövekről ennyit szerintem az egy valami félrevezetés, vagy elterelés dolog. Jó van, mivel nincs más kérdés, most már lehet, hogy végre jövő hét szerdán elkezdődik, akkor lesz még egy szerdán, és akkor foglalkozhatunk kicsit többet az új világrend dolgaival, vagy akármi, ami a világot illet, és akkor szombaton ezt megtartjuk erre a célra. Nem tudom. Az egyik ilyen, másik olyan, vagy hogy egyáltalán mikor lenne jobb, lehet, hogy péntek este jobb lenne a másiknak, nem tudom, hogy ki hogy van vele. Lehet, hogy egy pénteken, egy szombaton, és akkor pénteki lehetne. Lehet, hogy ez átvándorol péntek estére, és akkor szombat este lehetne egyetre az új világrendről. Majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy lesz még egy, és akkor lehetne azzal foglalkozni azon a napon. Szerintem biztos lenne, akinek van azzal kapcsolatban kérdése, vagy ötlete, vagy felvetése. Az egy népszerűbb témának tűnik legalábbis
Facebook, vagy a YouTube alapján azt jobban szeretik az emberek, de az annyira nem fontos. Úgyhogy ennyit erről. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki gyorsan, ha van valami kérdés, akkor azt még megvárom. Ha a naptár érdekel, én tényleg nem vagyok egy szakértő abban, de nyugodtan írjál, és akkor beszélhetünk. Én nagyon alapszinten vagyok vele, hát ennyit tudok, én ezt értem jobban, ezt az énok fajta naptárt, úgyhogy tőlem beszélhetünk róla. Gondolod, ezt írja a jubileumok könyve, én ez alapján haladtam. Még annyit akartam, igen, hogy úgy arról volt szó, hogy ez a Saul, hogy ő vajon a törvények ellen beszél, vagy sem, és akkor ugye erről volt szó, hogy vizsgálja meg a kérdést a logika szempontjából, vagy logikusan. Erre ennyit szeretnék csak mindenkinek mondani, mikor erről van szó, hogy logika, meg gondolkodjál rajta, meg mit tudom én. Teológia, ez a Wikipédia. Teológia, magyarosan hittudomány, görög eredetű szó, a theos, Isten, és logos, tan, tudomány, beszéd szavakból áll. A teológia a vallások kinyilatkoztatáson alapuló saját tanításának rendszeres és teljes hitrendszert felülelő vizsgálata. Gyakorlatilag egy időpocsékolás. De görög és római írók teológiának nevezték az istenekről szóló tanításokat, és az istenek kultuszával összefüggő előírásokat. Ez mind teológia. A keresztény szóhasználatban teológiának elsősorban azoknak a tételeknek az összességét nevezik, amelyekben a kereszténységnek hinnie kell. Ez a teológia. De a lényeg itt következik, ha már a logikánál tartottuk. A teológus módszerei a logika és a filozófia gondolkodási szabályai. Úgyhogy ennyit a logikáról. Logikára semmiféle szükség nincsen, amikor az ember a mindenható szavát tanulmányozza. Logika, filozófia, ezek haszontalan dolgok. Amire szükség van, az a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, és alázat és engedelmesség. És az ember járja az utat, és a Szent Szellem meg fogja neki mutatni, hogy mi mit jelent. Logika, filozófia és teológia az utolsó, amire az embernek szüksége van, amikor meg akarja érteni az írást. Úgyhogy ezektől érdemes tartózkodni, hiszen ha valaki logikával akarja megérteni a sabátot, akkor az soha nem fogja megérteni, mert valószínűleg nincsen benne logika. A lényeg az, hogy a Páskában nincsen logika. A Páska egyszerűen egy ünnep, amit Jahua úgy gondolt, hogy nekünk meg kell tartani, elvezet majd minket arra, hogy mi az értelme a megváltó áldozatának, hogyan kell nekünk megtisztulnunk, hogyan kezdődik az év, mi az, amit tennünk kell, mit jelent a kovász, a bűn, hogy kapcsolódik egymáshoz. Ha ez logika, akkor kell logika azonban. Ez nem egy olyan dolog, mint hogy ki lehet logikázni azt, hogy ha az ajtó befelé nyílik, akkor nem fog megütni senkit, aki az utcán halad, ha kinyitom. Úgyhogy az logika, ez nem kell logika, ehhez csak az kell, hogy az ember alázatosan figyelje meg, hogy hogyan haladnak a dolgok. Úgyhogy ezt akartam megosztani a teológiával kapcsolatban, teológia egy időpocsékolás, ezért tartott a világ, ahol tart, mert ezek az emberek össze kevernek mindenféle dolgokat. És az egyház atya dolog, meg ezek a karakterek, mint akikről már szó volt, Aquinoi Szent Tamás, most itt olvasom, Arisztotelész Szent Ágoston, ezek a Marcion, Jerome, Tartulian, meg ezek a karakterek, ezek azok, akik ezt a teológia dolgot összekavarták annyira, hogy most már mindenki azt hiszi, hogy szeretni kell mindenkit, és akkor minden nagyon jó lesz. Úgyhogy én amennyire csak lehet elkerülni.
elkerülni, mert mind a teológiát, mind ezeket a figurákat, akik egyáltalán ilyen dolgokról beszélnek. Akkor a szombatnappal kapcsolatban, ha kérdésed van, akkor egy pillanat, megpróbálom megtalálni azt a videót, ahol ez van, a szombatnap. Mindjárt ja, igen, alakul a 10 parancsolat dolog. Itt megtalálod ezen a linken a szombatnappal kapcsolatban van 4 videó, de a másik csatornán van még vagy 2. Alakul a 10 parancsolatos dolog, nagyon jó. Mármint úgy értem, hogy nagyon érdekes, de tényleg, akit érdekel a 10 parancsolat, az szerintem biztos, hogy találni fog olyan dolgot benne, ami hasznos, és közben befejeződött a laposföldes dolog is, abból lett ugye 9, az írás és a laposföld, aki ezek után azt mondja, hogy hisz az írásban és a gömbföldben, annak szerintem át kell majd gondolnia néhány dolgot, szerintem az is nagyon jó. Rengeteg van ott Robskiba dolgaiból, legalábbis azok a verseket, amiket ő kikeresett, úgyhogy ezt elárulom, hogy ez az ő érdeme. Én csak használtam azt a listát, meg hozzátettem, amire én emlékeztem, de érdemes őt is figyelembe követni a laposföld ügyben, a többi az abszolút haszontalan, de a laposfölddel kapcsolatban nagyon jó meglátásai vannak. Úgyhogy az befejeződött. Közben csinálni fogjuk ezt a Yahuwah népéről, ez a héber, izraelita és a zsidó dolog, ebből is van még egy pár rész. És mivel már többen kérték, ezért az imádsággal, és hogy hogyan is működik az a része, az lesz a következő, meg közben az a baj, hogy túl sok minden, mert Saul leveleire is időt kellene szánni most már, mert óriási a kavarodás azzal kapcsolatban is. Úgyhogy azt is kellene, és meg a házasság és a férfinő kapcsolata. Szóval ezek a dolgok, amik még így haladni fognak, majd párhuzamosan. De most egyelőre a 10 parancsolat befejezése, és ez az első, utána pedig meglátjuk. Annyit a szombatnap, hogy igen, dolgozni nem, olyan értem, hogy semmit. Szombatnap az a nap, amikor nem dolgoznál semmit, tehát nem csak, hogy kenyérkereseti munkát, hanem mondjuk portörlés, vagy mosogatás, vagy ilyen munkát sem, főzés sem, tűzgyújtás sem, de ennél szerintem mélyebbre is megy az egész. Szombatnap egy olyan nap lenne, amit arra használunk fel, mint ahogy ugye ma volt, hogy kutassuk azt, amit Jahua akar, amit ő üzen. Ez a nap, amikor újra az ember rácsatlakozhatna teljes mértékben az ő szent szellemére, amit erre szán. És hogyha így közelíti meg az ember, akkor rájön, hogy mennyire fontos és mi a jelentősége. De számtalan más jelentősége van a szombatnapnak. Azon kívül, hogy pihen, hogy az ember nem dolgozik egyfolytában, hogy nem vegyül bele a világba. Hogy nem megvan egy ritmus az életének, úgy él, és ez lehetőséget ad arra, hogy ezen a napon hozzá csatlakozzon, Jahuához csatlakozzon, ezen a napon csak vele foglalkozzon, amit ő akar, amit ő mond, és így egy újabb hétre elegendő, úgymond, erőt gyűjt össze ahhoz, hogy tovább haladjon. Úgyhogy szerintem a szombatnap nehéz, mert legalábbis aki ugye minél rövidebb ideje csinálja valaki, annál nehezebb, hiszen nincs, nem szokta meg az ember, hogy egy nap mondjuk otthon üljön, nem csinálhatja a dolgait, nem mehet, nem néz tévét, vagy mit tudom. De kialakul, és szerintem egy idő után nagyszerű.
Főleg, hogyha dolgozik az ember, sok elfoglaltság, akkor van egy nap, amikor ő igenis pihenésre és a Jehovával való kapcsolatára szánja rá ezt a napot. És így egész más, mint hogyha ó, ezt nem lehet, vagy azt nem lehet. Ez, hogyha megáll az ember, megáll, rácsatlakozik arra a ritmusra, amit Jahua a kezdetektől megállapított, ami a hold, ami a nap különösképpen és a hold mutatja. Ezért érdemes úgy követni, ahogy az év kezdődik, és ha úgy vagyunk, akkor valószínűleg az ünnepek is úgy jönnek olyan ritmusban, és akkor együtt élünk a Földön, ahogyan ő a mennyekben. Hiszen ezek a napok a mennyekben is ünnepnapok, ők is ezért hozta le a Földre, hogy tudj, azért mondja azt, hogy miként a mennyben, úgy a Földön is, úgy élnek ott, ahogyan mi élünk itt, ez a ritmus, ezért mutatta meg, hogy együtt éljünk vele, és azokkal, akik a mennyekben élnek. Úgyhogy ez az értelme a szombatnapnak, és a Szia Joseph, és az ünnepnapoknak. Ez a lényege a szombatnak. Szóval azon kívül, hogy mi az, amit nem tudsz csinálni, én szerintem egy idő után fontosabb az, hogy mi az, amit tudsz csinálni. Például tudsz hallgatni videókat. Viszlát. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!